Sziasztok, Deák Szabolcs vagyok, ez a Masterplast Facebook oldala. EPS és közegyapott dübelezési sémája között vannak különbségek. EPS-ekről, ahogy korábban beszéltünk, ugye az úgynevezett T-séma szerint lehet az EPS lapokat dübelezni. Ez igaz, részben igaz a közegyapott lapok esetében is. A T-séma azt jelenti gyakorlatilag, hogy a fugákba, ugye a T-fugákba, a lap illesztési hézagokba kell elhelyezni a dübeleket. Ez egy kivitelezés technológiailag megfelelő rögzítés, hiszen tudjuk, hogy az EPS lapokat és a közegyapott lapokat is ugye perempont módszer szerint ragasztjuk fel. Az azt jelenti, hogy hátul a közegyapott lapot meg kell kenni körben 5-8 cm széles ragasztóval, és 3 darab tenyérnyi pogácsával rögzítjük középen. Ezekben az esetekben az perempont módszer és a T-séma szerinti dübel elhelyezés klapol, tehát párhuzamosan fut és jó egyik megfel a másiknak. Hátránya ebben az esetben, hogy a közeggyapot ezeken a sarkokon beszakadhat, ami problémát jelenthet. Erre megoldás lehet a korábban bemutatott csavaros dübel, amikor tudjuk szabályozni a dübelnek a megfelelő ültetés mélységét. A másik séma, az pedig a V-séma, gyakorlatilag arról van szó, hogy a közeggyapotba a dübeleket nem a T-fugába, hanem egy 5-8 centivel beljebb a sarkokba helyezzük el. Felső sarok, alsó közepe, másik felső sarok, és a következő lapnál pedig ennek az ellentétje szerint, hogyha sűríteni kell a dübeleket, pedig arra pedig megfelelő receptúrák vannak. Ennek az előnye a rögzítés technikai előnye van, hiszen nem fog beszakadni a közeggyapott lap ugye ezen a területen, viszont a ragasztás technikáját már nehezebb lekövetni, tehát át kell gondolni, hogy a perempont módszer szerint szélesebb ragasztóval dolgozunk, vagy ne adj Isten, esetleg teljes felületi ragasztásra van szükségünk.